Dudás Miklós ennek az ifjúsági U23-as VB-nek az egyik reklámarca. Hogy érzed, sikerült a rád elvárásoknak megfelelni ezzel a reklámarcogen? Ott van mögötte pont a poszter. Igen, igen. Hát szerintem sikerült. Ugye az első helyen már nincs fejebb, tehát egy álom vált valóra most bennem. Tényleg én erre készültem egész évben. Hát úgymond erre, hogy ugye erre és a felnőtt világbajnokságra, de nekem idén ez a legfontosabb. Tehát én ezt az évet már úgy zárom le, hogy fantasztikus élmény, és tényleg egy hatalmas érzés, hogy ezt én kitaláltam, és ezt meg tudtam csinálni. Tényleg nagyon céltudatosan készültem, nagyon-nagyon keményen, messze a legkeményebb évem volt eddig, és ez egy nagyon jó érzés, hogy volt miért, és összejött, aminek össze kellett jönnie. Ugye hónapokat készülünk egy ilyen versenyre, erre 34-35 másodpercre, és hát ugye, mint a pár is láttuk sem, és benne van a hibázási lehetőség, de egyébként most ez nagyon jó, összejött minden. Nagyon jó közönség volt, nagyon föl voltam húzítva, úgymond. És hát ezt sikerült megcsinálni, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki itt volt és szurkolt. Közönséget kérdezem, rengeteg fiatal gyerek van itt, a magasságodon eltekintve, hogy érzed, föl tudnak rád nézni? Föl lehet rád nézni? Tudsz példaként lenni? Én szerintem igen. Én úgy érzem, hogy tényleg, amit mi végzünk munkát az edzőmmel, az egy példaértékű, tehát nagyon-nagyon összetett az egész. Ugye most oké, hogy én megnyerem ezt a versenyt, de mögött rengeteg munka állt más emberek szempontjából is. Tényleg ugye ott vannak a gyúrók, itt naponta 10-15 embert legyúrnak, hát az azért elég komoly munka. Nekem is barátom ott, amikor megkérdő, hogy gyúrjam el, akkor 5 perc után megunom, de hát mindig van ígérve a jó kis ajándék, úgyhogy mindig vicces félretém, hogy tényleg rengeteg ember dolgozik azon, hogy egy versenyzői sikereket elérjen. És hát tényleg ez sikerült is így, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, hogy amikor így pontot teszünk ennek az egésznek a végére, és úgy záródik le a verseny, hogy mi azt elterveztünk. U23-as korosztályról beszélünk, de te már felnőttként is olimpiai pontszerző vagy, közeledik a moszkvai VB, lesz lehetőség pihenned, regenerálódni egy kicsit, vagy rögtön belevágsz ott egy VB hajrás felkészülésbe? Hát belevágok, de azért egy 2-3 napot most biztos, hogy pihenek, mert most az jobbat tesz, mint hogyha elmegyek edzeni, azért lefáradtam most így. Nem is testileg, hanem úgy testileg is, de hogy most fejbe tényleg ez a bának úgy. Nem volt sok a verseny, de azért szerda óta itt vagyunk, és ugye pörög az embernek az agya, gondolkozik, mi hogy lesz, mit hogy kell csinálni, és azért ez úgy lemeríti egy kicsit az akkumulátort, úgyhogy ezt is feltöltöm 2 nap alatt, aztán kőkeményen belevágunk az utolsó pár hétbe, ami van hátra a szezonból.